a vállukra. Köszöntjük nagy tapsal Piszka Milkát, Abaházi Tövet, Üdv Krisztián, Beck Zoltán. Én Polvári László voltam mai idézben, Gyűlítatunkat, aki szerintem egy fantasztikus választás volt már a részünkről. És nem tudom, hogy bármit szeretnétek-e mondani az értékeléssel és a döntéssel kapcsolatban egy rövid értékelés a mai napról. Nem beszéltünk még eleget, azt gondoljátok? Van ez a klasszikus mondat, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Ezt nem mondom, mert nekünk tök könnyű dolgunk volt, mindenki tök jó volt, kivéve azok, akik nem. A jó, tovább jutottak a nem. Kevésbé jók azok nem jutottak tovább, de hogy melyik kategóriába kitartozik, az pár perc múlva kiderül, figyeljetek! Köszönjük Csabi, és most pedig megkérnénk a ma este, illetve délután főszereplőit, hogy fáradjanak fel a színpadra hozzánk, várjuk őket szeretettel. Szépen sorba látom, mindenki felsorakozott, úgyhogy várunk benneteket ide fel a színpadra. Nagy tapsi árnyékék, hiszen egész délután szórakoztattak minket, főzőzett, és tényleg rengeteg munkájuk van azzal, hogy őket mindenük előadhatják. Gyertek bejed egy kicsit, hogy mindenki elkérjen, és már jönnek fel a lépcsőn, hogy kicsit húzódjatok bejed a szipad közepe felé. Hátra, ott egy nagyon nagy hírdalban, hogy gyertek lányok! Teszéljetek, gyertek közelebb! Jó, szerintem olyan kis időt még várunk, és mindenki itt van fönt nálunk a színpadon. És ez a nagy csend, szerintem ez most már azt a feszültséget jelzi, hogy mindenki nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, aki tovább jut, és ki az, aki nem. Úgyhogy Csabi, átadnám neked a szót. A zsűri egyöntetően úgy döntött, hogy én legyek megint a megmondó ember. Én viselem legjobban, hogyha gyűlölnek, amúgy is kapom a rádióban az ívet folyamatosan, hozzá vagyok szokva. Úgyhogy akkor kezdjük, jó? Attól függetlenül, ha tovább jutott vagy nem, mindenkinek gratulálunk, mindenkinek a produkció előtt fejet hajtunk. De hát a döntőbe értelemszerűen mindenki nem juthat. A hangadókat nagyon szerettük, de sajnos nem jutottad a döntőbe, ettől függetlenül. Nagyon jó vagytok, és csak így tovább. Gratulálunk, mert kikés érdemes ezért elmondani, hogy senki nem tervezni üres kézzel. Ajándékcsomagot, illetve mindenféle belépőket és ajándékokat kapnak azok is, akik nem tartanak velünk a döntőbe, és természetesen van azért benne jegy a döntőre, illetve hogy mindenkit szeretettel várunk, akik nem jutottak tovább, azokat is. Nagy tapsot kérünk a hangadóknak még egyszer. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Olá Brigitta, szállt a dallal, és mi is szálltunk vele. De sajnos csak eddig tartott neked a verseny. Brigi már nincs itt, ő elment a jól lett a koncertre, úgyhogy majd átadjuk neki az ajándékát később, de kapcsoljuk meg őt is. Fogul Noéri. Sajnos neked sem sikerült. De ne add fel, mert nagyon érdekes hangodban, nagyon jó énekelsz, és reméljük, hogy a következő versenyben megint behangadod, és tovább. Gratulálok neked is. Én is gratulálok. Kutasi Lili. Na most mosolyogsz. Na látszik, hogy jövünk meg. Jöhetsz velünk a döntővel! Gratulálok, Lili! Már is üzen egyébként találkozunk vele, mint a színpadon. Gratulálok! Most írva, nem értem. Lesz egy sírás nevetés még. Hűs Laura. Szerinted? Nem tudja. Hát akkor megmondom. Tovább jutottál! Jó, szerintem!
Séder Levente. Apám nagyon jól énekelsz, de sajnos nem jutottál a döntőbe. Ettől függetlenül ne add fel, énekelj, gyakorolj, egyszer még nagy énekes lesz belőle. Levente, gratulálunk neked, és szeretnék még hallanunk belőle. Dávid Eszter, annyira kapaszkodtál a mikrofonba, olyan cuki voltál, és nagyon jól énekelsz. Döntő az most még kevés, de reméljük, hogy egyszer még büszkék lehetünk rá, hogy az első lépések meg itt lehetünk. Gratulálunk neked is! Gyere Eszter, hozadjuk át neked is az ajándékodat. Nagyon nagy eredmény, hogy középöntőig eljutottál. Ügyes vagy. A legfiatalabb indulónk volt egyébként Eszter, 10 éves, és szerintem egy nagyon nagy teljesítmény volt, hogy a középöntőig eljutott, úgyhogy egy nagy tapsár Eszternek. Majercsik Lili, mutatom. Fantasztikus volt a produkció. Tök jó. Legyen minket majd a döntőben is. Tóth Tünde. Nagyon örülünk, hogy itt voltál velünk. Most nem sikerült a döntőbe jutni, de ne adj abba az önökést. Gratulálunk, hogy neked is. Ignác Péter. Apám, minden milyen zakó, meg milyen ruha van rajta. Tök jól énekelsz, jössz a döntőbe! Gratulálunk a neked is! Nem hagyj otthon legközelebb a szentedet, ahol Tamika mondanánk. Sorvosi Péter. Itt van még a Péter? Lehet, hogy Péter hazament, mert szerintem a múltkor is vonattal érkezett, úgyhogy szerintem ő már nincs itt velünk most. Nagyon tetszett nekünk az előadása már múltkor is, most is, de a döntőbe sajnos nem jutott be. Reméljük, hogy egyre függetlenül hallunk már két felére. Ajka Robben, gyertek kicsit közelebb. Nagyon úgy tűnik, hogy ti vagytok Ajka legjobb hardrock zenekara. De ez most nem volt elég a döntőhöz. Ettől függetlenül ne adjátok fel. Gratulálunk, hatalmas kapcsok nekik. Fiatalok vagytok még, úgyhogy van még út előttetek. Na, szerintem Csabi, akkor most egy érdekes hölgyet fogunk, ugye. Arra gondolsz, hogy nem fogunk tudni kimondani? Én nem tudom, bízom benne, hogy sikerülni fog. Taylor Soul, Nadja Alina. Szuper! Ami le van írva, azzal nincsen gondol. Ha fejből kellene emlékeznem a nevedre, akkor csak a télodig jutnék. De meg fogjuk tanulni, mert köszönjük a döntőbe! Gratulálunk neked! Gratulálunk! Gratulálunk! Zabja Anna. Okoztál egy kis fejtörést a zsűrinek. És fogsz is még, mert ott leszel a döntőben. Gratulálunk. Gratulálunk. Úgy nézem, a fiúktól félnek. Kapjatás mindig megölelik, és ti valahogy kimaradtok. Én félreérteni a kedves közönség azért. Olá, Szandra. Szandraik hazamentek, messze laknak. Nográd-Szakáról jöttek, úgyhogy ők hazamentek már, úgyhogy Olász Andi az egy legtehetségesebb énekes, aki a mezőkben volt. A mai teljesítménye azonban kevés volt ahhoz, hogy a döntőbe jusson. Ettől függetlenül egy tapsot. Óriási tapsjára neki bizony. Azért elmondom egyébként, hogy Szandi az elmúlt hetet kórházban költötte, mert agyrázkódással sajnos bekerült a kórházba, úgyhogy amíg nem is tudott felkészülni erre a középdöntőre, úgyhogy formácsolni fogjuk neki, hogy egy szuper hangot üdvözölhető benne itt a színpadon. Iván Anna, Szűcs Tamás. Milyen szemekkel nézett rám? Mondd azt, hogy igen. És ha azt mondom, hogy nem. De nem azt mondom, mert az van idézve, hogy igen! Tovább jutottak, hogy nem kell a döntőbe. Gratulálok.
fogunk csinálni a zongoraállványjal, majd a döntőben. Nem, döntőben be kell tolnodok egy pianinót, jó? Vagy egy zongorát. Valahogy oldjuk meg. Fogovégi Fanni. Azt mondja a Kamika. Ez azt jelenti, hogy igen, ott vagy a döntőben. Mellettem várja, várja, de még senki nem ültetett. Ez így hosszú lesz, ha mindenki mindenkit megölel. Hát ez egy ilyen boldog este. Különben is betartottad a kezed. Sebes kérivel. Csodálatos dolog, hogy egy saját dalt énekeltél. Nem csak te, hanem mi is meghatottunk, meg a közösségnek is nagyon tetszett. De a döntőhez most, de döntőhez ez most nem volt elég. Ettől függetlenül mindig tovább a dolognak. Ezen óriási tapsok kérünk életnek. Mert ettől nem sikert fog felülni. Köszönjük szépen, hogy megálltatunk a színpadon. Köszönjük szépen, hogy lehetnek el. Kollár Szilvia. Nincs. Sajnos ő sem jutott a döntőbe, de reméljük, hogy nem hagyja abba az életet. Különleges hangja van. Reméljük, hogy fogjuk hallani énekelni. Bolla László. Meg kell tanulnod, hogy mi az az oktáv. És akkor elnyered majd Kamilka tetszését is. Egyébként a hangod tök jó. Talán a dalválasztása volt a hiba, mert sajnos sosem jutottál a döntőbe. De ne adj a baj, én ezt tovább. Nagy kapcsot kérünk, Zászlónak így. Sinta Tünde. Érdekes, hogy amíg énekelted a dalt, addig a zsűri tagjai, mint például én is, gyorsan meg kellett néznünk a telefonon, hogy ez kinek a dala egyáltalán, mert hogy számunkra ismeretlen dalt hoztál. Egyedül a Kamilka tudta, hogy ez egy Szeder dal, de teljesen mindegy is, hogy milyen dalt énekel szerintem. Mert jól csinálod, és jöhetsz a döntőbe. Bedúzom. Szokolajon voltál volt az első sorban, de megvagytok az a lényeg, mert az előbb nagyon kerestem. Mi azt szeretjük, amikor az általunk már megismert zenekarok valamivel meg tudnak lepni. Nektek sikerült, úgyhogy jöhetek a döntőbe, és várjuk az újabb meglepetést! Mihály Deák Anna Mária. De ugye az egyik azoknak, akik nagyon messziről a Szégek keresztúról érkeztek. Múltkor már elmondtátok, hány órát kell utazni ahhoz, hogy ide érjetek Ajkára? 15-öt? Busszal. Nagyon rossz hírem van. Legalább egyszer még meg kell tenni ezt a távot, mert jössz a döntőbe! Karanténa. Nincsenek szavak, amivel leírhatnák, hogy mekkora örömet okoztál a zsűrinek azzal, hogy énekeltél. Szeretnék még hallani nagyon-nagyon sokszor példát. Nagyon tőle! Gratulálok, Timi! Gratulálok!
a férfi zsűri tagok így várták a zöld hosszú ruhát, mert én úgy emlékszem, hogy nagy sikert adott Timi a ruhába. Ugye, Csabi? Csak kérdéseink voltak, hogy mit adja, de nem tudtuk meg. Csak sejtéseink azért vannak. Igen, női praktikák. Tudok, Mátyás! Nem az volt persze a legfontosabb, hogy nincs rajta zokni, hanem az, hogy milyen jó hangod van és milyen jól énekelsz. Döntőhöz viszont most kevés volt. Talán nem beképzeled felügyetlen sajtokon, mert egyéni mindez a mozgásod, a hangod is. Többet használom elhangodat, az nagyon jó. Decsi Richard, Decsi Richard. Richard, Decsi! Decsi, Ricsi! Ricsi, kérd, sokkal jobb voltál, mint a múltkor. Múltkor tényleg vitatkoztunk rajtad ott fönn az emeleten, hogy akkor tovább juthatsz-e vagy sem. Most is vitatkoztunk, most viszont a nem nyert. De ettől függetlenül ma sokkal jobb voltál, mint a múltkor. Így fejlődsz tovább, akkor eltelőled, mint aztán, ne add fel. Mőrpava zenekar. Tapsol a közönség? Nehéz helyzetben vagyunk, mert lehetetlen belekötni abban, amit csináltok, mert mindenki a saját hangszerének a mestere, ahogy énekelsz, ahogy a szövegeket megírod, mind a zene is, minden tökéletes. Valahogy ez mégsem volt elég most a döntőhöz. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy nektek már egyenes az utatok a közönség színre felé, és nincsünk bekerülni. Nagy a közönség előre, hogy megpróbáltak így mutatni. Gratulálunk! Gratulálunk, és nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk. Nagyon jó voltok, csak így tovább. Ha mindenki kiesik, kiút a döntőben, és hát... Ha lenne dobos különbői, de nincs. Ja, Kamilka, a dobosok különbője, tessék! Köszönjük, hogy itt voltatok! Vígors olyan, amit mondtunk már az értékelésnél is, nem feltétlenül kell itt a nagy hangokat, meg a nagy hangterjedelmet megmutatni. Elég, ha valaki csak szimplán, baromi jó, mint te! Jöhetsz velünk a döntőre! Figyelj, most résen legyél, mert a következő. Raj Bizni zenekar. Nagyon az utatok elején vagytok. Úgyhogy azt gondolom, hogy lesz még lehetőségetek megmutatkozni a közönség előtt. Például a döntőben! Eszterbom Péter, aki csak úgy, mint az elődöntőben, itt a közvetlenőben is fantasztikus teljesítményéről ismerszik meg. Nagyon jól énekelsz, soha nem vagy abban, de sajnos most a döntőben jutottál be. Lehet, hogy büntetlenül gratulálni neked. Gratulálni. Gráncsa Ferenc. Ugye, aki verzítének a refrén helyére? És még azt is milyen jól csinálja.
azon a Székelykeresztúri buszon megint rajta leszel. Jöhetsz a döntőbe! Ha már jön az a busz, a messzi távolból, hozzatok magatok a rajongókat, jó? Meg pálinkát persze. Erdélyből mit lehetne hozni? Jó kis pálinkát. Hidasi Réka. Nehéz nyitni és nehéz zárni egy ilyen fesztivált vagy egy ilyen versenyt. Te megoldottad a feladatot, a továbbításod azonban ez kevés volt. Nagyon jól énekel, nagyon is szeretjük, amit csinálsz, nagyon jó hangod. Gratulálunk! Köszönjük szépen! És megérdemelnek a döntőseink egy hatalmas tapsot. Színpadon van mind a 15 résztvevő, és nagyon gratulálunk mindenkinek. Nézőinket pedig arra buzdítjuk, hogy a döntőn vegyenek részt, hiszen onnan aztán már tényleg nem távozik senki üres kézzel, hatalmas díjak várnak a versenyzőkre, és köztük egy olyan is, hogy az itt jelenlévő közönségnek is lesz lehetősége a döntőben egy közönségdíjat megszavazni, úgyhogy várjuk minél több nézőknek a részvételét, hogy legyen miről, kiről szavazni, és ők még gazdagodnak majd egy közönségdíjjal is, és természetesen a sok-sok értékes nyereménnyel távozik innen mindenki. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó éjszakát kívánunk, a döntősöket még marasztaljuk a fotó erejéig, és örülünk, hogy újra itt volt velünk mindenki, és találkozunk május 14-én a döntőben. A gyertek döntősök, csináljuk egy közös fotót. Ki csinálja a fotót? Hova nézzünk? Ki készíti el a fotót? Hol a fotós? Oda fel a keverőállásban nézzünk mindannyian. Mosolyogjunk.